Most a cica szomját csillapítja a víz, eredetileg azonban madarak itatására és fürdőzésére lett kialakítva a kis kertitó. A nagy nyári melegben a madarak hűtéséről is gondoskodni kell, mindezt azonban szakszerű útmutatás alapján. Amikor ilyenkor nyáron itatjuk őket, akkor feltétlenül egybekötjük a fürdetést az itatással. Tehát nem túl mély itatóhelyet kell nekik biztosítani, hiszen abban esetleg bele is fulladhatnak, hanem akár megtesz egy 30-40 cm átmérőjű cserép alátét, amit ugye naponta újra töltünk és tisztítunk, vagy hogyha igényesebbek vagyunk, akkor természetesen akár egy kis tavat is lehet létesíteni. Fontos, hogy legyen benne mindig víz, a másik pedig, hogy legyen búvóhely a madaraknak a közelben, tehát ha lehet tőleg minél sűrűbb bokrok közé rakjuk ki, annál jobb, mert hogyha jön egy karvaj, vagy jön egy macska, akkor el tudnak bújni. Arra azonban vigyázunk, hogy ne a macskának alakítsunk ki búvóhelyet, ahonnan támadni tud, és meg tudja fogni a madarat, hanem a madaraknak legyen lehetősége menekülésre. Tehát inkább magasabb bokrok, amik sűrűbbek, de maga a föld közelébe ne legyen olyan sűrű hely, ahonnan tud támadni a macska. A madárbarát kert kialakításánál több szempontot érdemes figyelembe venni. Ha megoldott az itatás, a búvóhely és a madárfürdő, folyamatos vendégei lehetnek kertünknek a kis jövevények. Tudnék ajánlani egy könyvet, Madárbarátok nagy könyve, Orbán Zoltán írta, a Madártan Egyesület szóvivője, illetve a Madárbarát kertre rá lehet keresni a Madártan Egyesület honlapján, ott 1000 tanácsot adnak, hogy hogyan lehet csábítani a madarakat. Például bogyós termésű bokrok, egyéb növények, vadszőlő és egyébnek a telepítésével, a nagyobb a kertünk, akár rakhatunk harkályfát, tehát egy olyan korhadtabb fát beállítunk a kertbe, amire rájönnek a harkályok, és a darázs garástól kezdve, meg ami vonza a rovarokat, olyan növényt telepítünk, akkor a rovarokra megjönnek a madarak is. Tehát ez egy teljesen összetett dolog, nem csak a madarakat kell csábítani, a kertünknek kell egy olyan kis részét kialakítani, ahol kevésbé zavart, ahol sűrűbbek a bokrok, ahol valóban bogyók vannak, és akkor a sűntől kezdve minden más állat is meg fog jelenni, nem csak a madarak. Szakember felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor nyáron a madarak többsége, például a rigófiókák vagy a rozsdafarkúak hamarabb kiugrálnak a fészkekből, mint ahogy megtanulnának repülni. Ezek a madarak nem elárvultak, a legtöbb esetben feleslegesen mentik őket. A hívószó alapján keresik a fiókák a szülőket, a szülők pedig őket, és addig etetik őket, amíg röpképesek nem lesznek.